Köszönöm. Na hát akkor mondhatnánk úgyis, hogy jó reggelt Zalaegerszeg. Kicsit belenyúltunk a délelőttbe. Amikor jöttünk errefelé, akkor néztük, hogy milyen szép tájakon jövünk, aztán milyen szép városban jövünk. Megállunk itt a önkormányzat előtt, az OTP banknál, és mi történik? Rögtön elkezdenek lövüdösni. Hát milyen város ez? Ide jön az ember jó szívvel, embereket menteni, segíteni azért, hogy kiálljanak az igazukért, és bemegyek egy ilyen ronda zöld épületbe érdeklődni, és neki áll egy kék ruhás lövüdös ilyen pöttöm ember, majd jön egy vékony magas, az is lövüdös. Aztán még csodálkoznak, hogy felháborodunk és panaszt adunk be. Ugye adtam be egy panaszt, hogy engem itt lövüdöstek, kérem a kamerafelvételeket, és így már ugye Zsókával megegyeztünk, hogy nem is vagyunk hajlandó ügyet intézni, és kíváncsiak sem vagyunk az ajánlatukra, ami ki nem derül, hogy mi van ezzel a lövdöséssel, és mégis mit képzelnek magukról. Ugye András itt számokat mondott, bizony, nagyon durva számok, én mindenkinek javaslom, hogy ezeket jól jegyezze meg. Tehát amíg valaki ezeket a számokat nem ismeri a kifosztás számait, addig hajlandó alkura, meg egyezkedésre, meg hajlandó arra, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor csak legyen kicsit kevesebb a törlesztő részleten. Nem. Látjuk azt, hogy mekkora kárt okoztak ezek a mocskok. Mekkora kárt okoztak az egész városnak, minden egyes embernek, akinek megszűnt a munkahelye, aki nem tudja fizetni a rezsitartozásait. Kárt okoztak annak a rendőrnek, aki néhány kilométerrel arrébb egy ugyanolyan rendőr, tízszer akkora fizetést kap, mint ő. Az itteni rendőrök nem tudják fizetni a hiteleiket, és nem tudja a gyerekét úgy ellátni és iskoláztatni, mint egy osztrák rendőr. Mi a különbség? Semmi. Sőt, az osztrák rendőrnek lehet, hogy jobb fegyvere van, nagyobb biztonságban érzi magát, és fele annyit dolgozik. És itt Magyarországon ezek a rendőrök, akiket ugyanúgy kifosztanak, mint minket, még csodálkoznak, hogy fel vagyunk háborodva. Persze, hogy fel vagyunk háborodva. Őértük is fel vagyunk háborodva, az ő autóhitelükért és lakáshitelükért is fel vagyunk háborodva, a sajátunkért is, és az önökéért is, akik itt most állnak és néznek minket, és azokért is, akik most ott elmennek, zsidesen elmennek nézni. Mert itt valami különleges dolog történik, valami olyan, ami nem megszokott. Bár az Zalaegerszegen megszokott, hiszen ez a marokkí devizaadós csapat, ugye hetente megcsinálja azt, amit most itt egy nagyobb létszámmal csináltunk. És ugye mi Budapest környékéről most azért jöttünk ide, hogy segítsünk nekik, hiszen büszkék vagyunk a Ne adom fel Zalaegerszeg csapatára, büszkék vagyunk Tecájékra, akik nem hagyják, hogy kialudjon a láng, és újból minden héten kiplakátolják a bankokra azt, hogy milyen mocskosak, kipakoltolják és tájékoztatják a lakosságot, hogy bizony nem szabad ezt már hagyni. Nem szabad tűrni, hogy átgázoljanak rajtunk, nem szabad hagyni, hogy sárba tiporjanak, igenis ki kell állni a jogainkért, hiszen pont ugyanolyan jogaink vannak, mint bármelyik másik embernek, mint a politikusainknak, akik oda föl vannak kötvejelképesen, a bankvezéreknek, akik szintén fel vannak oda kötvejelképesen. Pontosan ugyanannyi ér minden ember. Ők is ugyanolyan büdösebb szarnak, mint én. Hát akkor mit képzelnek magukról? Akik ráérnek és tudnak csatlakozni hozzánk, jöjjenek velünk, mert úgy tudom, már itt most vendég vagyok, hogy már végigjárjuk Zalaegerszeg összes bankfiókját, és mindegyiknél elmondjuk a magunkért, kivesszük a plakátokat, és egy tipikus, hogy innen fog történni. Itt a helyszínen pedig beszédek és zenék fognak elhangzani egész nap. Köszönöm, hajrá!